Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Klik TV mévészínű műsorába, és köszöntöm kis Robert Richard turisztikai szakértő újságírót, barátomat, töb 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 többszörös könyvszerzőt. Most éppen nem könyvszerzőként ül, bár mindig éppen van, amin dolgozik. Dolgozol valamilyen könyv, a szervuszűrűségében. Kérem, napot kívánok minden kedves nézőnek, neked is. Mindig dolgozom valamit, hiszen megkérdeztem múltkor egy kedves kollégánk azt is, hogy amikor elmész nyaralni, akkor ki tudsz igazából úgy kapcsolni, hogy semmivel nem foglalkozol. És mondtam neki, hogy nekem nincsen olyan nyarásom, amikor semmivel nem foglalkozom, hiszen amikor ott ülök a tengerparton, és egy koktélt kortyogatok, és hallgatom a tenger mormonását, akkor is már egy műsoron gondolkodom, hiszen ezt el fogom utána mesélni a hallgatóknak, készítek esetleg néhány jó felvétel, tehát mindig dolgozom és nyaralok, ez már így összefonódik, és a könyvekre ez ugyanígy igaz. Az így látják a magyarokat a világban, negyedik kiadása után, Gyakorlatilag azt látom, hogy biztos, hogy lesz ötödik kiadás, áldja meg az Úristen az összes olyan kedves érdeklődőt, aki megvette a könyveket, és az ötödik kiadásban majd bekerülnek. Kihedettem ki a fóliába <laughs> 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 csomagolni. Tehát nincs a turizmusnak olyan, mint például a... A nudistákról írnál egy, a, egy fejezetet, akkor lehet, hogy ezt be kéne csomagolni. Hát, azért nem hiszem, hogy be kéne csomagolni. Nemrég voltam egy adásban, és ott is beszélgettünk például a nudista, vagy naturista strandokról, meg délegyházáról, és azt gondolom, hogy azért a magyar lakosság eléggé felnőtt ahhoz, hogy ezt értékelni. De ezt lefutott ugye. egyébként? A, a, mert egy időben sokat hallottam róla, hogy sokan szerették, most alig hallok egyébként. Szerintem ugyanúgy szeretik, nem változott az, hogy hányan szeretik, hányan kedvelik de azért lássuk be, hogy Délegyháza mondjuk a rendszerváltást megelőző időszakban egyfajta Szembevenetel is volt az éppen aktuális hatalommal, szabálysértések, eljárások voltak sok dolog miatt, tehát ott ez azért sokkal nagyobb visszhangot kapott, mint manapság. Hát manapság meg akik szeretik ezt a fürdőzési stílus, szeretik ezt a fajta filozófiát, mert ez talán több, mint egy egyszerű fürdőzés, ez egy kicsit egy természetközeli filozófia is, azok ugyanúgy elmennek, ugyanúgy élvezik ezeket az adottságokat, ugyanúgy szeretik mindezt, ami az ő hitvallásuk, csak képessége már nem akkora újdonság, hogy tele legyen vele a sajtó. Ugye amiről a beszélni akarunk, előzetesen jeleztem is neked, ezek a hihetetlen károkat okozó tüzek, most elsősorban Görögországban. Mennyire szokatlan az egyébként? Egyrészt ez a 47 fok körüli hőmérséklet, tegnap, vagy tegnap előtt ennyit mértek, most nem tudom, hogy ma Mennyi van, hogy csendesedtek-e vagy nem ezek, a, és az evakuációk is hol tartanak. Szóval, hogy ez egy teljesen szokatlan dolog, vagy minden nyáron fölkapjuk? Minden nyáron szokott bizonyos helyeken kisebb nagyobb tűz lenni, azért a klíma, meg a növényzet mindez együtt, meg persze az is, hogy van, ahol véletlenül, van, ahol tudatosan, van, ahol a természet okán, de feltűnik a vörös kakas és tűzvész keletkezik. Én voltam egyébként Törökországban, Dél-Törökországban úgy, hogy négy 5 kilométerre a szálláshelyemtől lángolt az egész ajnövényzet. Tehát többször is megéltem ilyen jellegű katasztrófát. Kisebbek is, nagyobbak is vannak. A Rodoszi az most azért nagyon-nagyon erős és súlyos gondokat jelent, mert a mértéke szokatlan azt hiszem, hogy az elmúlt uh, évtizedekben nem volt Rodoszon ilyen hatalmas nagy tűzvész. Hát most nem csak Lindos környéke, hanem számos más hely is lángba borult, és olyan komoly ez a tűzvész, hogy uh, rengeteg embert uh, ki kellett merekíteni. Tehát, De annyira közel van a, a szállodákhoz? Hát uh, igazából attól függ, hogy milyen szállodákról beszélünk, mert ahová a magyar turisták mennek, az általában Faliraki környéke, az más területen található, az egy szép, hosszú, homokos partrész én is voltam ott többször szüleimmel, is, egyszer meg is harapott ott egy hal. De mindegy, másnapra tartozik. Tehát a, Lindos, a Lindoszi Akropolis az egy nagyon populáris város Rodoszon, a környékbeli látnivalók vonzák a turistákat, és sokan oda odafoglalnak szállást. És azok a szállások légben veszélybe kerültek, jó pár helyen olyan szinten, hogy menekülni kellett, mert már gyakorlatilag ott pár kilométerre ott volt a tűzvész, és hát vannak olyan házak is, ott lakók, ott élők, házai, amelyek a tűz lettek. Tehát ilyen, ilyen, téren bizony a mindennapok valósága az, az beköszönt ezzel, és azt látjuk, hogy voltak magyar turisták is olyanok, akiknek menekülniük kellett, nem is kevés. Tehát négyen-öten engem is megtaláltak, megírták a történetet, beszélgettünk, próbáltam tanácsokat adni, amennyire lehet. Tehát bizony előfordult az, hogy a szálloda recepcióján várakoztak arra, hogy majd valami történjen, aztán maguk elindultak, hogy, hogy tényleg túléljék ezt az egész dolgot, és igaz, hogy túlérték, de mégiscsak a 40 fokban gyerekkel együtt kellett sétálni. De az, az reális, hogy ott kellett hagyni a szállodájukat egyébként, hogy tehát mert, mert elérhette volna, vagy el is érte a tűz? ha abba belegondolunk, hogy mi a reális, akkor ezt egy katasztrófánál sose tudjuk, mert nem reális az, hogy, 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 hogy hatalmas tűzvész elpusztítsa a szállodát, de nem is irreális. Tehát majd Isten eldönti, hogy mi a realitás, tehát szerintem ez egy viszonylagos dolog az kétségtelen, hogy itt a pillanatnyi döntéseken múlik az, hogy adott esetben a családom érdem marad, vagy nem. Én egyébként emlékszem még arra az időszakra, amikor Tájföldön kigyulladt egy szálloda, tele volt magyar turistákkal, dolgozott nálam egy kedves hölgy, aki fölfelé menekült, és akik felfelé menekültek és a tetőre menekültek, azok túlélték, akik lefelé akartak menekülni, azok mind meghaltak. Az ész a dél-kelet-ázsiai turizmus történetének egyik leg nagyobb katasztrófája volt ez, ami magyar turistát érintett. Uh -huh. Úgyhogy csak azért mondom, hogy ez egy döntés kérdése. Döntés kérdése, hogy ott maradok a szálláshelyen, és várom azt, hogy majd jön egy busz, vagy azt gondolom, hogy soha nem fog még egy busz jönni, vagy csak egy busz jön, vagy nem fogok felférni, és elindulok magamtól ilyenkor össze kell szedjük minden gondolatunkat, és, és valami dönteni kell, aztán vagy jó, vagy nem, de hát bízakodhatunk abba, hogy talán jó. Tehát valóban ezek nehéz szituációk, és nyilvánvaló, hogyha valaki elindul és nyaralni szeretne menni, akkor nem ilyen döntéshelyzetekre vágyik, hogy hogy meneküljek, mm -hmm. hogy elérje a tűzvész, hát lehet, hogy elér, lehet, hogy nem. De ott abban a térségben, mint említettem, ahol a tűzvész volt, Lindos környékén, meg Rodosznak bizonyos területén, ott reális veszély volt, hogy eléri a szálladákat a tűz, hogy mondjuk. De arrot, túl már kijelenteni, kijelent, hogy most már ez, bár ezek a 40-valahány fokok még megvannak. Azt hiszem, hogy mennyire vagyunk túl rajta. A hatóságok azért már úgy, ahogy próbálják uralni a helyzetet, de nehéz. Tehát kérdezték tőlem, hogy na de hát miért nem visznek oda több helikoptert? Hát én láttam élőben helikopteres oltást, tehát ez nagyjából olyan, mintha egy hatalmas tüzet gyújtanánk, hoznánk egy gyűjtőt, és akkor fölülről locsolgatnánk. Hát egy picit fölserszen, aztán nagyjából ennyi volt. Tehát nem tudod helikopterről elég eloltani az ilyen nagyságú tüzeket, ez, ez, illúzió. És annyit tudnak, hogy, hogy megpróbálják aztokat a területeket védeni, ahol nagyon sok ember él, és azoknak a vagyonát, de elsősorban az életét megvédeni, meg hát evakuálási terveket kidolgozni, és kimenteni a turistákat. Tehát itt igazából az emberi élet a legfontosabb. Ha a tárgyak megsemmisülnek, az egy szomorú dolog, de úgy el lehet építeni, meg lehet újat vásárolni, stb. A magyar kormány azt mondja, most azt tanácsolja az embereknek, akiknek, és nyilván sokan vannak, akik augusztusban Rodoszra mennének nyaralni, sőt, nem be is fizették, hogy oda mennek nyaralni, hogy most lehetőleg ne menjenek. Te mit tanácsolsz? Azt hiszem, hogy ez a tanács, ez egy megfontolt tanács olyan értelemben, hogyha valaki például abban a régióban nyaralna, és ott van szállásfoglalása, ahol mindez történt. Hát nyilvánvaló, hogy azért a nyaralás minősége nem olyan lesz, ha egyáltalán lehetséges. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki saját maga foglalt például Rodoszon szállást, saját maga foglalt repülőjét és flexibilis jegyeket foglalt, lemondható a szállás, vagy átcsekolható másik időpontra, akkor érdemes megfontolnia azt, hogy későbbi időpontban utazzon el, és éljen azzal a lehetőséggel, hogy mondjuk átütemezheti a nyaralását. Tehát én azt mondom, hogy mindenképpen ezt érdemes megfogadni. Ha valaki utazási irodánál fizetett be, azért érdemes azt is tudni, hogy a magyar utazási irodák túlnyomó többsége amelyek oda visznek, ugye ez a Kártágó például, az Anubis Traver, az Ibusz, sorolhatnám tovább, azok faliraki környékén foglaltak szállást, és általában másik területen, tehát oda mindenféle nehézség nélkül el tudnak majd utazni. Az utazási irodák esetében pedig, hogyha a külügyminisztérium nem javasolt kategóriába tesz egy régiót, vagy egy országot, akkor oda szervezett csoportos út nem ö, szervezhető, tehát abban az esetben teljesen más a jogi helyzet, mint hogyha mondjuk Te nem a teszi ide. Tehát most az le is álltak. Ne, a... bocsánat, tehát hogyha, hogyha ezt nem teszi meg a, a kormányzat, tehát hivatalos besorolásról van szó, amit uh, lehet ellenőrizni a... A honlapon. Ha ezt nem teszi meg a kormányzat, csak javasolja, nem mondjuk hogy nem ajánlja, az önmagában még nem kötelező érvényű, tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki már befizette az utazását, akkor körbérfizetése nélkül nem tud szabadulni. Tehát ilyen értelemben Neki fájni fog az, hogyha lemondja az utazását, mert hogyha csak mondjuk 30 nap később utazna, akkor is szinte 10% biztos, hogy el fog úszni. Ha pedig mondjuk pár nap múlva utazna, akkor 80% vagy akár 100% is elúszhat. Ez a kormányrendelet szabályozza ezt, és az általános szerződési feltételei is az utazási irodának. Tehát ilyenkor meg kell fontolni, hogy utazok vagy nem utazok, de azt gondolom, hogy Azért a másik oldal pedig az, hogy a magyar utazási irodák, mint említettem, más területekre visznek elsősorban, a, a repülőtér üzemel, és a harmadik dolog pedig, hogy azért az utazási irodák olyan szinten biztonságot jelentenek, hogy nem ö, teszik kockára sem a vagyonát, sem az életét senkinek sem, hiszen ez polgári és büntetőjogi felelősséggel is járnak, következőképpen ők megvizsgálják azt, hogy lehet-e odautazni, biztonságosan el tudnak-e jutni a szálláshelyre a magyar vendégek. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ha valaki irodánál foglalt, és információkat szerzett az irodától, hogy megy az út, nem megy az út, stb., akkor akkor az elmehet, és én valószínűleg el is mennék ebben az, ebben az esetben. Teljesen más a helyzet, mint ha valaki egyénileg, mondjuk abban a régióban foglalt, Windows környékére, ahol a katasztrófa leginkább sújtotta a területet. Tehát ezeket mind-mind mérlegelni kell, ezért ha ezeket mérlegeltük, akkor lehet jó döntés. Beindul-e egy ilyenkor egyébként a katasztrófa a turizmus is? Tehát hogy akik azt mondják, hogy most oda akarok menni, meg akarom nézni. Vannak olyan dolgok, amikor beindul a katasztrófa turizmus, ilyen például, amikor az Etna kitör, hiszen Szicíliában akkor ugyanúgy oda mennek egy kordon mögé az emberek, és nézik a tűzi amit a jó isten a természet csinált. Én is voltam egyébként ilyen etna nézegetős, tűzijáték nézegetős helyen, és akkor ki tudják nagyjából számolni a tudósok, hogy mennyire lehet az veszélyes, és hogyha nem mész nagyon közel oda, akkor, akkor létezik ilyen katasztrófa De az is katasztrófa volt, amikor megnézték, hogy a World a helye most milyen, és akkor még táblákat is kihelyeztek, ugye a Grand Zero volt a legnézettebb idézőes látványosság New Yorkban, pedig hát ugye, ha belegondolunk, ez egy morbid dolog. A New orleans turizmusnál szintén, amikor átszakadt a gát, akkor vezetett túrákon mutogatták, hogy a gátszakadásnak melyek a nyomai. Tehát ez, ez, a mindennapokban azért jelen van ez a fajta katasztrofa turizmus, de amikor olyan tűzvész van, ami terjed, vagy amikor mondjuk betegségről beszélünk lesz koronavírus, akkor nyilván ez nem érvényesül, hiszen senki nem szeretné azt, hogy mondjuk a tűzvészt úgy nézze, hogy közben menekül a lángok elől, meg senki nem azt szeretné, hogy mondjuk elkapjon valamilyen betegséget. Tehát a katasztrofaturizmus az mindig valamilyen uh, lokalizálható, uh, és feltehetően más területen már nem veszélyes uh, helyre irányul. Amikor azt mondjuk, hogy elmegyünk olyan helyre, ahol még nem tudom, háborús sövezet mert érdekes, akkor se lőgyakorlatot szeretnénk tartani, hanem egy biztonságos helyről nézzük, hogy nem tudom, ott a szomszédban mi történik. Tehát ennek is vannak határai, mert azért az életét kevesen szeretik kockáztatni. A, ugye kérdeztem az az azt, hogy ez az időjárás, ez most már tényleg a. a a klíma miatt, a felmelegedő föld miatt van ennyire szélsőséges, hogy nem, azért ez nem annyira szélsőséges. 47, egész valahány fok, ami most egy új csúcs volt, azért az egészen elképesztő és talán elviselhetetlen is. Mennyire elviselhetetlen, nem tudom, mert hogy Dubajban állandóan nagyon-nagyon komoly melegek vannak, és jó pár alkalommal én nyáron voltam Dubajban, kimész a légkondi nélküli utcára, mert ott még az autóbuszállomások egy részét is légkondicionálták, és úgy érzed, hogy végig folyik rajta a saját verejtéked, és abban fürdesz, tehát ott azért nagyon ütős melegek szoktak lenni. Van déli terület is a van a Dominikai Köztársaság környékén is olyan régió terület, ahol azért a 40 pluszos hőmérséklet az azért a mindennapok része. Tehát azt, hiszem, hogy nyilván a tudósok igazolták, hogy az általános felmelegedés egy kérdés, de attól még azt hiszem, hogy azért korábban is előfordultak nagyon rekkenő, kemény hőségek. Ilyen hatalmas tűzvész Rodoszon az elmúlt időszakban nem volt. Tehát e, itt ez az, ami szörnyű, és ez az, ami, ami nagy gondot jelent. E Korfut is említik egyébként a hírek. Tehát Korfut is, is említik, így van, tehát ott is voltak tüzek, de ugye a nagyságrendeket nézzük, akkor Rodoszon ez óriási területet borított be, és nagyon komoly károkat okozott, rengeteg embert, emberek tízezreit kellett menekíteni. korfun azért nem volt, reméljük nem is lesz, ekkora nagyságrendű, és hát egyébként pedig a veszélyes és a bozott tüzek esetében érintett térségek közé tartozik, Törökország, vagy akár Kréta is, tehát sorolhatnám tovább. Tehát, tehát számos olyan helyen, ahol speciális ilyen ajnövézet van, szárasság, nagy meleg, ott ez előfordulhat. De egyébként, hogyha távolabb akarunk tekinteni, Ausztráliában is hatalmas tüzek szoktak tombolni, tehát ezek azért a világban sokszor előfordulnak. A nagyságrend nyilván azért az, az, az ja, ilyenkor a tipikus kérdés az, hogy ha történetesen nekem, mint turistának el kell adni a szállodát, akkor jár -e nekem bármiféle kártérítés? Ez annyira a tipikus kérdés, hogy Naponta 40-50 ember megkérdezte tőlem itt az első napokban, hogy tudok ennek is segíteni. És hogyha reálisan belegondolunk, akkor. Bele nyúl, bele a zsebedbe? Ak Én... Igen, hát az volna az egyetlen módszer, mert hogy azt mondjuk, hogy hát kitől kapja a kártérítést. Hát az utazási irodától, hát az utazási iroda alkalmazottai nem okozták a tüzet, tehát nem ők mentek oda cigizni és gyújtották fel. Tehát ha kártérítést akkor kérhetsz, hogy tudod, hogy te kárt okoztál, és ezért akkor fizetsz valamennyit, mert mondjuk, hogyha megfogod itt a mobiltelefonomat, és széttöröd, akkor te kárt okozta nekem, és jár egy kis kártérítés, mert ki kell fizetni a mobil árát. De hogyha mondjuk így ilyen tűzvészről beszélünk, hát nem az utazási rövete lehet arról, hogy rosszon hatalmas lángok csaptak fel. Vagy? Ez egy viszmajor, persze, ez egy viszmajor eset. Ilyen esetben kártérítés, ha kiderül, hogy gyújtogatás történt valahol, attól kérhető, aki az egészet okozta. Őt be lehet perelni, hogy rosszabbodott a minőség az utazásunknak, vagy menekülni kellett. Neki a nyakába lehet varni sok mindent, hát nyilvánvalóan, hogy nem tudja 40 ezer ember dolgát elinni, az a hat ember, aki mondjuk a tüzet okozta, ha valaki okozta. De ha nem, mert mondjuk egy öngyulladás volt, vagy valami természeti dolog, vagy bármi más, akkor pedig ez egy viszmajor, az utazási iroda miért térítene meg bárkinek a kárát. Tehát ilyenkor mindenki viseli a saját kárát, ez az alapszempont. És egyébként a biztosítónál is tudni kell, hogy az utasbiztosítás az arra terjed ki, hogyha például megbetegszünk, akkor segíti az orvosi kezelés kifizetését, a podgyász ellopását bizonyos keretek között megtéríti, de a viszmajor esetekre akár egy terrort egy ilyen hatalmas tűzvészre, egy hagyományos biztosítás nem terjed ki. Tehát bármilyen szomorú dolog, de ilyenkor, hát így járt el. Hogyha ott esetben hamarabb magukat. haza kell jönni, márpedig hamarabb haza kell jönni, akkor a, a repülő, az a repülő egy az érvényes tud lenni, ami egyébként az eredeti időpontra szól, vagy ez egy rendkívüli pluszköltség? Hogyha mi magunk azt mondjuk, hogy most haza kell mennünk, és nincs más lehetőségünk, és mondjuk veszünk egy repülőjét, akkor azt nem fogjuk tudni követelni annak az árát senkitől. Hát ez, ezért van az, hogy azt mondtam, hogy az utazási iroda valamelyes biztonságot jelent, mert hogyha mondjuk el az, hogy mi ott továbbra legyünk azon a szálláson, és korábban haza kell jönni, akkor általánosságban most is gyakorlat, hogy a nagy német utazási irodák is küldtek gépeket, hogy a saját utasaikat onnan kimenekítsék, elszállítsák, küldtek hajókat, stb. Hát vannak persze kisebb irodák, amelyek semmit sem küldtek, de nyilván ezért nem ez a fő jellemző de általánosságban az utazási irodák gondoskodni szoktak az utasokról. Ha valaki saját maga foglalt helyeket, akkor hát saját magáról fog gondoskodni. Ilyen értemben most volt jó pár olyan utas, magyar utasok is, akik nem akartak ott a menekült szálláson, vagy a, a szükségszálláson maradni, és ezért foglaltak maguknak saját apartmant. Hát azt senki nem fogja nekik megteríteni nagy valószínűséggel. Más kérdés, hogy a magyar kormány ülésén és elhangzott, illetve ma a kormány szójójén elhangzott, hogy jöjjünk haza, már most ezt a kettünk beszélgetésére mondom, hogy a Balaton nagyon-nagyon jó forgalmat bonyolít le. Az én személyes tapasztalatom, és sok mindenkivel beszélgettem, az, egy általános legalább 30, de inkább 50 os visszaesést tapasztalnak az emberek. Te mit tapasztalsz? Erről az jut eszembe mindig, hogy, hogy egyszer csináltunk ilyen rádiós statisztikát, és akkor volt egy rádió, mondjuk nevezzük Piréz Rádiónak, és akkor azt mondtuk, hogy hát én a Piréz Rádiót hallgatom, te, te is a Piréz Rádiót hallgatod, és te, te is a Piréz Rádiót hallgatod. Hát akkor a Piréz Rádiónak nagyon jó a hallgatottsága. És akkor végeztek egy kutatást, kiderült, hogy a Piréz Rádiót alig hallgatják, és akkor nagyjából rá lehetett döbbenni, hogy te azokkal barátkozol, akik a Piréz Rádiót hallgatják. Tehát az, hogy te kikkel beszélsz, az nem egy releváns adat az, hogy mit mondanak a különböző érzetre mondó, valamit mondó emberek, az nem releváns. A kutatási adatok azok már relevánsak, a szállodaszövetség adatai azok már relevánsak abból a szempontból, hogy az ő szállodáik nagyjából mennyire töltöttek, és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai is relevánsak, hiszen napi szinten lehet látni azt, hogy hol, hány utas, hány vendég külföldről, belföldről mennyi szállást foglalt, mennyiért, stb. 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 Tehát viszonylag, hogyha adatalapon nézzük a bevételeket és a szálláséget, akkor az adatok alapján a júniusban bizony azért lehetett volna jobb az időszak, tehát júniusban az esős hétvége, főleg vagy a július elejé esős hétvégében lett volna hova fejlődni. Július végén ugyanakkor már jó pár hely, főleg a a felkapottabb helyek azért már kellőképpen megteltek, a bevételek szempontjából pedig a tavalyihoz képest viszonylagos növekedés is van. Tehát nem olyan rossz a kép. Amikor megkérdezik tőlem, hogy na de hát hogy lehet, hogy valaki ezt mondja más meg azt, mindenki igazat mond. Egyrészt azért, mert vannak olyan területek, bizonyos régiók a Balaton mellett, amelyek most valami oknál fogva, nyilván azokat meg kell vizsgálni, kevésbé populárisak és kevésbé népszerűek. Tehát vannak olyanok, ahol tényleg, ahogy te elmondtad, úgy néz ki, mintha félház lenne, úristen, jaj, de kevesen vannak. De vannak olyan területek, amelyek rendkívül népszerűek, akár a kékszalag idején voltam Füreden, és láttam azt, hogy fullon van, és voltam mondjuk egy olyan helyen is, ahol pedig én is azt láttam, hogy kevés az ember, és bőven ráférne még a vendéglátókra, hogyha több utas lenne. Tehát ebből a szempontból azt látjuk, hogy, hogy vannak de ez is igaz, az is igaz. Az összkép, ha mindent egybeveszünk a balatoni turizmus esetében, akkor semmifajta pánik hangulatra nem adokot. Alapvetően van megfelelő bevétel, megfelelő mennyiségű vendég, van hova fejlődni, és vannak olyan területek, ahonnan azért hiányoznak főleg a külföldi vendégek, bár egyre nagyobb számban jönnek. De azért érdemes ehhez tudni, hogy a Balatonnál mondjuk a 2019-es évben, vagy azt megelőzően, fele-fele arányban voltak belföldi és külföldi turisták a külföldi turisták szinte teljesen elmaradtak a koronavírus járvány miatt, hiszen adminisztratív szigorítások gátolták azt, hogy ők jöjjenek. A belföldi vendégek száma pedig jelentősen megnövekedett. Most azt látjuk, hogy a belföldi vendégek száma azért nem csökkent vissza annyira, mint mondjuk volt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt, de jó pár belföldi vendég azért a fapados járatok kínálatát látva más úti célt is választott, hiszen főleg ez az egyik oka, hogy a Balaton bizonyos helyről elmaradtak magyar vendégek, hogy gyakorlatilag filérekből lehetett utazni, mondjuk Barcelonába, Dubrovnikba sorolhatnám tovább, mert a fapados járatok ugye újraindultak, és e, emiatt azért népszerűek lettek. Ugyanakkor visszajöttek a Balatonra a külföldi vendégek, most már vannak Németországból, Ausztriából, viszonylag sokan a v országból, tehát kezd ez visszaépülni, úgyhogy szerintem ez egy folyamatos, folyamatos visszaépülés lesz. Most már van annyi kínálat a Balatonnál, mint gasztronómiában, mint élményekben, mint strandokban, ami lehetővé teszi azt, hogy jól érezzük magunkat a nyaraláskor, a pihenéskor, és ha összességében nézzük, akkor azért egy balatoni vakáció nekünk magyaroknak sokat ad, mert hát mégiscsak a miénk. Legközelebb innen folytatjuk, mert van, lenne mind vitatnom, Akkor elmondom, hogy ki mindenkivel sikerült nekem beszélgetnem, hogy az mind a pillért rádiót hallgatja, vagy valóban esetleg egy mélyebb merítés. Hát én azt gondolom, hogy, hogy, vannak olyan helyek, ahol egyébként van még hova fejlődni, és tényleg főleg a szálláshelyeknél. Most kapásból tudnék tíz olyat mondani, ahol ahol nehézség van, de tudnék tíz olyat mondani, ahol meg mondjuk 80% fölötti a töltöttség, és az nagyon jó most a szálláshelyeket illetően. Rátjuk látjuk azt, hogy mondjuk a Zamárdiba megtelik a Szavastrand, Balatonfüred környékén azért jó pár helyen fullházal tudtak üzemelni felkapott szolgáltatók, meg látjuk azt is, hogy mondjuk a, a nyugati, észak-nyugati területeken, egyes déli területeken meg vannak olyan helyek, ahol, ahol tényleg nagy a visszaesés ahhoz képest, hogy mit vártak a szolgáltatók. De hát én meg azt mondom, hogy azért a Balaton esetében, amit tud egy ilyen turisztikai destináció, hát abból azért sokat kihozunk hiszen ha megnézzük azt, hogy mondjuk milyen számok voltak 20-30 évvel ezelőtt, vagy a mi gyerekkorunkban, hát akkor a kelt német turisták voltak ott, meg az osztrákok, és még mi magyarok páran, de nem volt ilyen komoly forgalom, meg nem volt ennyi szálláshely, meg nem volt ennyi szálloda. Kis Robert Rihált, köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.